Mossuk a kutya fogát, vagy ne? Hát ez vérmérséklet kérdése, én azt gondolom, de az biztos, hogy a szájhigiéna az egy fontos kérdés a kutya életében. A fogmosásnak volt egy nagy periódusa, talán még azért most is a lecsengés látható, hogy ez talán ma már nem annyira központi kérdés, de valóban meg lehet tenni, vannak kapható fogkefék, amelyeket az emberi újra rá lehet húzni, és ezzel ügyesen meg lehet mosni a kutyafogát. Ha erre szoktattuk rá egészen kicsi korától, akkor ez felnőtt korában is hagyni fogja, és akár élvezi is, vagy szereti. Viszont sok kutya elutasítja ezt, és ez számára idegen. Ott is azért a szájhigiéne természetesen egy megoldandó kérdés. Itt a fontos válasz erre a rágatásnak a lehetősége. Olyan tápot kell választani, vagy olyan rágót kell választani, vagy olyan a szájhigiénében segítségül szolgáló különböző kiegészítő ellenségeket kell választanunk, amelyek akár kifejezetten speciálisan erre valók, amelyeket tartósan rágni kell a kutyusnak. A rágás során mechanikusan, mint ahogy a fogkefével tulajdonképpen, mi is mechanikusan a foglepedéket távolítjuk el a fogakról, nem a fogkövet. Ugye, ha már kialakult a fogkő, az már egy olyan végállapot, úgymond, amivel már a fogkefével sem tudunk ráhatni természetesen, de annak a kialakulásának az első lépése a foglepedék, ezt erre hatunk a mechanikus tisztítással. Ezt a rágatással, a tartós rágatással azért megoldhatjuk. Ilyen rágókákat, rágószalagokat, rágó falatokat, amelyek a szájhigiéné szempontjából fontosak, ilyeneket kaphatunk könnyedén a különböző pet shop boltokban, a zacskóban, nagyobb kiszerelésben, stb. Stb. Úgy érdemes ezeket bevezetni, hogy ez kvázi jutalom. Általában ízesítettek, tehát könnyen megbarátkoznak a kutyák ezekkel a falatokkal, és szeretik is őket, és nekünk is úgy kell adni nekik, főleg az elején, mint egyfajta jutalmat, és olyankor aztán így épül be a kutya életébe, hogyha jól vagyok, akkor kaphatok egy ilyet. És akkor ez így mindenkinek a javát szolgálja, de leginkább a szájhigiéné javát szolgálja.